Szép estét kívánok, kedves nézők! Köszöntjük Önöket a képernyők előtt. Visszatérő kedves vendégünk a stúdióban, Császton András, a Cervinus Teátrum igazgatója. Köszönjük szépen, kívánok, hogy most már megbokrosodott teendőid közepette el tudtad vállalni, mert ez szó szerint nem a vicc kedvéért mondja az ember, nyilván a nyitással megsűrűsödtek a teendők. Addig is volt jócskán, gondolom, tehát így még inkább. És ha már ezt kiejtettem, ezt a bűvös szót, hogy nyitás megtörtént nálatok is, úgyhogy bependítsünk is bele a legfontosabb fejleményekbe. Igen, köszönöm a lehetőséget, kedves tévénézők. Volt egy országos nagy nyitása a közművelődési intézeteknek, május 15-én, tehát az elmúlt szombaton. 14 nagy regionális művelődési központban, agórákban. Itt a mi térségünkben a Békéscsabai nagy agóra volt az egyik ilyen helyszín, és hát gyakorlatilag 1000 darab molinót gyártottak le a Nemzeti Művelődési Intézet megbízásából, és kerültek kifüggesztésre. A mi főutca felőli homlokzatunkon is kint volt a nyitunk tábla, de 15-éhez képest mi gyakorlatilag május 3-án indítottunk. Igen. Május 3-án elindult a közösségi szintér beüzemelése, tehát most a nyitás dolgokról beszélünk, így van, mert így van, úgy, ahogy te is említetted, a színházi próbák azok nem voltak tilosak, tehát igen, azok a külső szolgáltatás szüneteltetése mellett is folytak. Twist Olivier, a mesedarab létrehozása, kamaraszínházi előadás, és hát az online műsorok sokasága, amiről itt hallottak már a kedves tévénézők, ezt hagyd ne ismételjem meg. Vissza-vissza térnek a szaktantermeinket használó csoportok, közösségek, de hát itt is tőlünk függetlenül az országos rendelethez igazodva ott van szorító tényezőként a védettségigazolás. Igen. Abban tudunk segíteni, főleg a mozgásos csoportoknál, hogy bent van mondjuk egy kamera, és hogyha valaki szubjektív okok miatt nem tudja beoltatni magát, vagy másképp gondolja ezt az egészet, akkor sincs túl nagy gond, hiszen nyomon tudja követni otthonában is azt, hogy mi történik mondjuk egy női tornán, vagy egy táncos próbán. Hát természetesen az lenne a legideálisabb, hogyha ezt a sokat használt kifejezést, a nyájimmunitást elérné az ország, és elérné a társadalom, tudom, 6 millió beoltott állampolgárról beszélnek, azt hiszem, tehát igen, vannak ilyen sarokszámok, amiket az ember hall, vagy figyelemmel kíséri, csak azért, hogy tisztában legyen a napi lehetőségeivel. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete készül újraindítani a heti két látogatást, és hát jó néhány csoport, közösség, akik a mi épületünket használták, térnek lassan vissza, igen, fokozatosan vissza. Aztán volt egy váltás a május 10-e, ha jól mondom, az talán hétindító nap volt. Akkor indult el az iskolai tanítás a felső tagozatosok és a középiskolások számára, és ezzel egy időben nyílt meg a lehetőség a gyakorlati oktatásra a művészeti iskola hallgatói, tanulói számára. Így visszatértek a kézművesek, a kerámiások, a rajz, festés tagozatosok, valamint a táncosok és a drámatagozatosok. Ez összességében több mint 200 tanulót jelent heti két alkalommal, hiszen a legtöbbjük nem elsős, hanem már magasabb osztályba jár, ahol minimum heti kétszer két órát, vagy heti kétszer három óra foglalkozást kap. Az egyik legnagyobb bázisunk
gyakorlatilag ezeknek a gyerekeknek, illetve középiskolás fiataloknak a jelenléte a házba. Ennek azért örülök, mert be tudjuk őket kapcsolni akár színházi előadásainkba, de a legnagyobb hírvívők a benti élettel kapcsolatban. Aztán egy következő mérföldkő május 13-a volt, az egy csütörtöki nap, amikor végre kaptunk a filmforgalmazóktól filmet, három különböző filmet, és múlt hét csütörtökön elindulhatott, újraindulhatott a mozivetítés. Technikailag korábban is megtehettük volna, egy héttel korábban is megtehettük volna, de nem voltak filmek, amiket vetíthetünk. Így is nagyon kísérleti stádiumban indítottuk mi ezt az egészet. Az országban kevés mozi nyitott, hiszen szinte minden Magyarországon működő mozi vállalkozásban dolgozik, és nagyon nem mindegy, hogy, hát nem, hogy a abszolút, bent lévő nem. Műszak óradíja az bejön-e egyáltalán a vendégkör jegyvásárlásával, vagy sem. Így van ez nálunk is. A mozinál dolgozó mozigépészek, moziüzemvezető, azok mind akkor tudnak beszámlázni, hogyha tényleges munkát végeznek. Igen. A pandémiás bezárás alatt az ő jövedelmükből is hiányzott ez a másod-harmadállású tevékenység, hiszen nem volt jegyárbevétel, nem volt pénzforgalma a mozinak, és hát meglátszik a keresleten. Múlt hét csütörtökön az első két filmen gyakorlatilag nem volt mozinéző, az esti harmadik filmen pedig két néző csücsült bent. Igen, ez teljesen érthető, kell ennek még idő. Két néző számára is vetítettünk, a hétvége az már biztató az már, volt. És gyakorlatilag, ha most a moziról beszélünk, a szokásos gyermeknapi programba az idén is ott lesznek az ingyenes gyermekeknek, családoknak szánt mozi előadások, de majd a gyereknapról külön. Jó. Úgyhogy volt egy olyan pillanat múlt hét csütörtök éjjel, amikor értékeltük az első napot, és azt találtam mondani, hogy legszívesebben szeptemberig bezárva tartanám a mozit. Nem fogjuk megtenni. Türelemmel megvárjuk azt, hogy azok, akik a nagy mozivásznas filmes mozi élvényhez akarnak hozzájutni, akik ragaszkodnak ehhez a fajta filmnézéshez, ahhoz a nyár folyamán is hozzájuthassanak. Kamaratermi előadásokban Zsuzsa biztos, hogy beszélt róla. Igen. Sorsbolondjai műsorra tűzve, gyakorlatilag szerdán este már egy házi bemutató, majd csütörtök pénteken kamaratermi szinten, kamaratermi nézőtéri befogadó képességgel várjuk a vendégeinket. Megint csak hozzá kell tennem, hogy országos rendelethez igazodva, nem pontosan mi találjuk ki, védettségigazolással tudunk beengedni nézőket, bízva abban, hogy idővel minél többen rendelkezni fognak védettségigazolással. Készülünk a nyári színházi programokra, készen van a Cervinus Fesztivál kéthetes programja, készül Békés Csabával egyeztetve és Békés Csabával összefogva a teljes nyári programújság. Jegyeket már most vásárolni lehet. Igen, hát erre nagyon. Az előcsarnok nyitva van reggel 9 órától program végeztéig. Személyesen is lehet keresni, online módon is lehet jegyet vásárolni. Jegyportál felületre mentünk át. Igen, a színházi, jegyekkel. Mozinál maradtunk maradtott. A hagyományos, mármint a ott is digitális jegykiadásnál és online Igen. rendelhető jegyeknél, de a korábbi jegykiadó struktúrával ennek sok-sok oka van. Szabad
reklámfelülettől kezdve jó néhány dolog. És hát gyakorlatilag vannak megkeresések iskolák részéről, itt a tanévzáró, itt a bizonyítványosztás. Ja, bizonyos, a csőstül jönnek az évzáróprogramok. De hát óriási torlódás vannak bevállalt megyei, regionális és országos rendezvényekben is. Igen. Egy nagyon lényegeset hadd ragadjak ki gyakorlatilag kezdetektől, tehát ha jól mondom, 1989 óta itt van az Országos Gyerek Szólótánc Fesztivál, annak idején mi indítottuk el. Ez június 4-én, 5-én és 6-án zajlik majd a házban. Hát sokkal csendesebben, mint bármikor, mert azt választottuk, hogy a döntőbe jutott versenyzők, felkészítő tanárok korosztályi bontásban, napi váltásban jönnek Szarvasra, nem éjszakáznak a városban. Akkor, amikor a finist készítettük elő, akkor még osztálykirándulások, ott alvós osztálykirándulásoknak se volt lehetősége. Most már tudjuk, hogy június 1-ével legalább ezt lehet, de maradtunk annál, hogy a két fiatalabb korosztály pénteken lesz Szarvason, a két idősebb korosztály szombaton, és a vasárnapi díjkiosztó gálát is online módon szervezzük, zsűri értékelés is így fog lefutni. Keveset fognak a városban abból a forgatagból érzékelni, ami két évenként azért idehozott, vagy 300 diákot, táncost, fiatalt. És ez egy kicsit összefügg a trianoni megemlékezéssel is, mert nagyon is. Kedves tévénézők, biztos, hogy önök közül, akik kint voltak az elmúlt években Magyarország közepénél, azok találkoztak azzal, hogyha egybeesett a trianoni évfordulóval a Gyerek Szólótánc Fesztivál, akkor bizony ezek a tanárok, akik Kárpát-medence néprajzát, néptáncos kultúráját tanítják tovább a fiataloknak, ők kihozták a tanítványaikat, részeseivé váltak a megemlékezésnek. A legnevezetesebb a 24 órás trianoni megemlékezés volt ebből a sorból. Így van, nem csak önmagában felolvasás miatt, de az, hogy fél óránként jöttek a itt fellépő művészek, zenészek, énekesek, táncosok, tehát ez nagyon-nagyon a jelentőséggel bírt. Tehát készülünk a trianoni megemlékezésre is, 101-re. Gyakorlatilag az elmúlt napon egyeztettük polgármester úrral, illetve Petneházy Andrával, hogy a napján és kint a helyszínen készítünk elő egy megemlékezést. Az biztos, hogy a szokásos protokollon kívül és az ökumenikus áldáson kívül a színházunktól Boronyák Gergő lesz jelen, táncosok ott lesznek, és hát igyekszünk a körülményekhez képest egy meghitt megemlékezést. Hát egy csendes, nyilván, hogy méreteiben főhajtást hát létrehozni. Ugye ilyenkor óhatatlanul tőlünk függetlenül felvetődik az emberekben, nézőkben, hallgatókban a kérdés, hogy akkor hogy állunk a szabadtéri rendezvényekkel. Hát olyan nagy tömegrendezvényt még nem lehet, tehát ez tényleg egy szolid méretű. Ez így korrekt, hogy ahogy mondtad, hogy meghitt megemlékezés. Tegyük hozzá azt is, hogy ezt ugye megint csak tanult kifejezés, táncos tömegrendezvény. Tehát az a fajta bulizós, településnapi erezdel a hajamat, az természetesen tilos, és vélhetőleg augusztus végéig várhatólag az is marad. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen főhajtás történelmi Magyarország közepénél, ha összejövünk 80-an, 100-an, az már nagyon tisztességes lesz. Nem szervezünk felvonulást a történelmi emlékúton, kint a helyszínen pedig távolság betartásával és külső térben maszk használatával meg fogunk felelni. Nagyjából úgy kell ezt a nézőknek elképzelni, mint ami még a
koratéli zárás előtt megtörténhetett ősszel, az október 23-i. Igen, pontosan. Megemlékezés. Kint a templomkertben. Igen. Gyakorlatilag utána tényleg felsorolhatatlan azoknak az előkészített programoknak a sora, a zenepavilon, a vízi színház, mind a kettő azonos napon, június 18-án indul, nyit, de ezzel párhuzamosan indulnak a nyári szaktáboraink is. Egy-két országos hatáskörű tábor kivételével egyik sem bentlakásos. Értem. Tehát ezeket a táborokat mertük a korábbi rendeletek mellett is hirdetni, hiszen azok a szülők, nagyszülők, akiknek gyermekei, unokái a korábbi években ott voltak a táborainkban, tudják nagyon jó, hogy reggel 7:30-tól nagyjából 16:30-ig tudjuk foglalkoztatni a gyermekeket, és utána pontosan, ki hazamegy. Csak azon nézőkedőt jegyzem meg közben ezt, hogy ezen nagyon népszerű táboronytok eddig is hazajárósok voltak, tehát így van, ez nem jelent változást. Sportmix tábor, színjátszó tábor, néptánc tábor, mozitábor, egy regionális körösmenti néptánc tábor. No, itt hál' Istennek igaz az, hogy a tábor lakói az ifjúsági táborban tölthetnek egy éjszakát, vagy egy hetet éjszakánként, de bent a mi szaktantermeinkben zajlik maga a szakmai oktatás. Szuperhős Akadémia élménytábor, Csillagerdő vadásztábor, és még jó néhány dolog. Bocsánat, ki ne hagyjam a felsorolásból, hercegnőképző tábor, kézműves, ékszerkészítő, vagy éppen életmód napközi tábor. Mindezek a táborok, remélem, hogy jól mondok, most a napokban nem volt annyi időm, hogy fölmenjek a saját honlapjainkra, tehát a közházra, vagy éppen a Cervinus Teátrum honlapjára, de remélhetőleg megtalálhatók, illetve hogyha valaki a Cervinus ház központi vonalas számát, a 311-464-et tárcsázza, az infopultban lévő munkatársaink bármiről felvilágosítást adnak, konkrétan arról is, hogy nehogy Isten, melyik táborban van még szabad hely, mert hál' Istennek elég tempósan megtelnek ezek a táborok. Igen, hát nem, ez mi vagyunk a népszerű. Igen, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik táborokat hirdetünk a városban, hál' Istennek. Ezt megteszi az Arborétum is. Décsei Móni, aki gyakorlatilag az arborétumi tevékenység előtt itt a Cervinus Teátrumban vitte ezeket a táborokat. Tehát ugyanúgy a Ruzsicskai Alkotóházban, és kint a Szalmaportán, és jó néhány helyen készülnek központi táborokra, és szerintem nincs olyan általános iskola a Szarvason, az biztos, ahol ne legyen napközis tábor, és a napközis táborok is elég gazdag szabadidős program kínálattal várják nyáron a diákokat. Ez garancia a szülők számára. Igen, ez nem csak azt jelenti, hogy beviszem a gyereket, bevisszük, aztán kint rohangálnak az udvaron. Így van, nagyon élménydús minden évben, egyre élménydúsabb a iskolai napközis táborok kínálata is. Akkor egy kicsit visszakanyarodnék a gyereknaphoz. Ja, igen, mert az... Hát ez nagy kérdés, gyakorlatilag majd a lebonyolítás után fogom tudni megmondani, hogy mennyire tettünk jót. Hozzászoktak Szarvason ahhoz, hogy a Cervinus Teátrum mögötti grundon, parkolóban, a járófelületeken, a 60 lakás előtti részen gyereknapra, egy egész napra kitelepszünk. Fesztiválsátor, színpad, programok, kézművesek, és hát palacsintától kezdve pontosan, a fánkig mindent meg lehet kóstolni, legtöbbjét ingyenesen a szarvasi civil szervezetek jóvoltából, illetve a Szarvasváros önkormányzatának támogatásával. Erre is vonatkozik az, hogy kontrollált módon
lehet rendezvényt szervezni. Az ugye fizikai képtelenség, és nem is gondolnék ilyet, csak kimondom és kijön belőlem. Senki nem szeretné, hogy a hátunk mögötti játszóteret körbe kordonozzuk, és hát beléptető kapukat csináljunk, úgyhogy ne adj Isten még a Kossuth utca egy szakaszát is érinteni a szirén vagy a családsegítő előtt. Egy egyszerűbb megoldást választottunk, bent az épületben. Bent az épületben egy kicsit szűkebb kínálattal, mint azt megszokták az emberek, de mégis szervezünk gyereknapot, tavalyhoz képest pedig pláne, mert tavaly elmaradt. Igen. Előcsarnokban kézműves foglalkozások, moziteremben családi és gyermekfilm, meghívtam a Bojtorján zenekart, délután 4 órától a Bojtorján zenekar koncertje zárja a gyereknapi programot, kamarateremben lesz barangolás a fúvós zene világában, Szarvasról elszármazott művésztanár Kepenyes Pál előadásában ismerkedhetünk meg a klarinéttól a szakszofonon át a pánsípig, minden, ami fúvós és többféle műfajban. Úgyhogy reménykedünk abban, hogy valamilyen szinten, még egyszer, nem a megszokott méretekben, nem a megszokott kínálattal, de lesz Szarvason gyereknap. Persze itt is érhet bennünket kritika, épp a mai nap láttam, mezőtúriak sportcsarnokot töltenek meg, de ők is azzal a logikával, hogy a sportcsarnok beléptetésénél tesznek eleget az országos rendeletnek, ami ugye arról szól, hogy 18 éven aluli gyermek védettséggel rendelkező felnőtt kíséretével vehet részt a rendezvényen. Igen. Lehet ezen elmélkedni, a rendelet egyenlőre így szól. Hát ezt kell tudomásról venni, nyilván. Van-e még gyereknappal kapcsolatban? Szintén pillanatokon belül elkészül a plakátja, szórólapja, fölkerül a honlapra, várjuk az érdeklődőket. Igen. Bocsánat, az hozzátartozik, hogy értelemszerűen létszámkorlát nincsen. Világos. Benti Bojtorján koncert esetén az ülőhelyek száma. Igen, ezt határozom. De nem az van életben, ami mondjuk tavaly ősszel, hogy minden harmadik székre lehet ültetni. Ez természetesen abból adódik, hogyha úgymond védettséggel rendelkező emberek jönnek be. Igen, ha már itt tartunk, hogy visszatértünk a védettséghez, utóbbi napokban 4-5-6-an, de lehet, hogy többen is megkérdezték, mert ugye mozgatja az emberek fantáziáját, hogy mi lesz a zenepavilloni programok látogathatóságával. Előkészítettünk mindent, ahogy említettem, június 18-án, ha minden igaz, az egy pénteki nap, akkor indítjuk, és elképzeléseink szerint tart augusztus 19-éig, vagy 19-ével bezárólag. Én úgy fogom föl a zenepavilont, hogy mondjuk ez is egy szarvasi arborétumhoz hasonló terület, szabadtéri terület, és hogyha mindenki betartja azt a kérésünket, hogy a parkban elhelyezett egymástól megfelelő távolságra lévő székeken helyet foglal, és nem áll föl bulizni és táncolni a zenei programra, akkor ez egy rendezett, ültetett esemény. Természetesen eszünk ágában nincs körbe kordonozni. Főleg akkor, hogyha gyorsan hozzáteszem azt, hogy mondja meg valaki nekem, hogy hol van a határa a zenepavilon úgynevezett képzeletbeli nézőterének és a mögötte lévő romkocsma kerthelységének.
Igen, hát ha ezt valaki meg tudja mondani, akkor... És akkor gondoljuk végig, hogy mi vonatkozik a vendéglátó kerthelyiségekre, vagy vonatkozik-e ott valami. Igen, pontosan. És akkor mi vonatkozik erre. Igen. Tehát én itt most arra készülök, hogy ezt a rendeletek betartása mellett megvalósíthatjuk. Igen. Reméljük, hogy nem lesz akadálya. Hozzáteszem, hogy minden egyes program, ami az elmúlt bő egy évben elmaradt, azt mindet előkészítettük, hogy azt mindet leszerveztük, sőt a legtöbbjét, hogy ragadjam ki mondjuk a legnagyobb volumenűt, a tavalyi szilvanapot programról programra leszerződtük. Attól, hogy az nem jött létre, azzal feladat volt, munka volt, mert akkor, hogyha valami nyitható, az nem egy napról a másikra fog megvalósulni. Mindennek van egy hosszadalmasabb szervező, előkészítő fázisa. Igen. Hát akkor csak a legjobbakba bízhatunk, hogy javul a helyzet. Azért most, hogy lekopogjuk napról napra, biztató adatokat hallhatunk az ország minden részéből. Én úgy gondolom, hogy alapdolog mindenki saját jól megfontolt érdeke, hogyha tényleg orvosok, kutatók azt mondják, hogy ennek a vírusnak csak a védőoltás parancsol határt, akkor ki lépje meg, tegye meg. Ne csak a moziba járás kedvéért, hanem saját érdekéért. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, mindezt elmondtad. Kedves nézők, további részleteket majd a Cervinus honlapján, szóróla honlapokon és egyéb helyeken, a megszokott helyeken olvashatnak a tervezett rendezvényekről. További szép esti órákat kívánunk önöknek, megköszönve megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Ne felejtsék el, amit a nagyon jeles orvosok szoktak mondani, és erről én nem szeretnék sem helyi, se országos megtapasztalt példákat mondani, hogy attól, mert valaki be van oltva, még tovább adhatja, sajnos meg is kaphatja valamilyen szinten, nyilván nem olyan súlyos fokig a újra fertőződést. Ezzel együtt holnap jelentkezünk a szokott időben. Minden jót, a viszontlátásig! Köszönöm, minden jót!